Már 90 személyt büntetett meg a marosvásárhelyi készenléti rendőrség amiatt, hogy a március 10-i szerintük nem engedélyezett autonómia felvonuláson csendháborítást követtek el. A megbírságoltak között olyanok is vannak, akik nem is vettek részt a megmozduláson. A Székely Nemzeti Tanács törvényellenesnek és súlyosan jogsértőnek nevezte az intézkedést, és felhívást intézett az érintettekhez, hogy forduljanak bírósághoz. Március 10-én a székely vértanúkra emlékezünk. Azokra, akiket 1854-ben Marosvásárhelyen a nemzeti önrendelkezés követeléséért végeztek ki. A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésére 2013 óta március 10-e a Székely Szabadság napja lett. Ilyenkor Marosvásárhelyen gyűlnek össze az emlékezők. Hagyományosan fejet hajtanak a vértanúk emlékművénél, majd, ha egy mód van rá, Székelyföld autonomiáját követelve a postarétről a városháza elé vonulnak. Ám a felvonulás minden évben komoly kihívást jelent a szervezőknek. Olyannyira, hogy tavaly például nem is lehetett megtartani. A polgármesteri hivatal általában a csendháborításra hivatkozva utasítja el a kezdeményezést. Hol formai kifogásokat talál, hol abba köt bele, hogy bőjt idő van, ilyenkor pedig csendet illik tartani. Idén, március 10-én volt megemlékezés, és megtörtént a felvonulás is. A prefektus képviselője is átvette a szervezőktől a petíciót, amelyben többek között felszólítják a kormányt, hogy folytasson párbeszédet Székelyföld területi autonómiájáról. Az idei megmozduláson a szervezők szerint 15 ezeren, a csendőrség szerint 5 ezeren vettek részt. S bár a létszámot illetően eltérő a felek álláspontja, abban egyetértettek, hogy a rendezvény különösebb incidensek nélkül zajlott le, hogy nem történt rendbontás. Ám alig egy hét múlva kiderült, hogy azért mégsem. Referitor la manifestările organizate în data de 10 martie, Jandarmeria Mobilă, în urma vizualizării imaginilor înregistrate pe camerele de supraveghere proprii, a luat măsuri de sancționare împotriva persoanelor care au încălcat prevederile legislative, vorbim aici de legea 60/91 și legea 61/91, în număr de 84 de persoane. A hangfelvételt a csendőrségtől kaptuk interjú helyett. Ebből az is kiderül, hogy a bírságok egy részét a megmozdulás törvénytelenségére hivatkozva, más részét pedig csendháborítás vádjával rótta ki a csendőrség. La legea 60 s-au aplicat un număr de 50 sancțiuni contravenționale, un cuantum de 61.000 lei, pentru organizarea și desfășurarea de adunări publice nedeclarate, neînregistrate sau interzise, precum și pentru neluarea de către organizatori a măsurilor de întrerupere a adunării publice când au constatat că au intervenit fapte de natură care să tulbure ordinea și liniștea publică. La legea 61 s-au aplicat un număr de 34 sancțiuni contravenționale în cuantum de 9.800 lei pentru tulburarea fără drept a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomot cu orice aparat sau obiect, ori prin strigăte sau alarmă. A gyülekezési törvény szerint nem kell engedélyeztetni a felvonulást, csak be kell jelenteni. És a polgármester közigazgatási határozattal 48 óra alatt betilthatja. Amennyiben nem tiltja be, akkor azt jelenti, hogy meg lehet tartani, a törvényes követelményeknek megfelel a bejelentés. Kincses előd maga is kapott büntetést, de még mielőtt értesítették volna, a marosvásárhelyi ügyvéd felvállalta a megbírságoltak védelmét. 600 lejre vagyok tagsáva, de még mielőtt megkaptam a büntetést, mert csak 24-én vettem készhez, én már elvállaltam a Székely Nemzeti Tanács elnökének a felkérésére a megbüntetettek képviseletét, és mostanig 75 személy nevében nyújtottam be a panaszt. De a büntetett személyek tulajdonképpen két kategóriába sorolhatóak, magyarázza az ügyvéd. Az egyik csoportba tartoznak a szervezők, a másikba pedig a felvonulók. A szervezők táborában 50 személyt bírságoltak meg. És itt van egy bökkenő. Arra ugyanis volt már példa, hogy a szervező Szikulitas Egyesületet megbüntették, de arra még nem, hogy magánszemélyeket bírságoljanak meg szervezésért. Kik is ezek az emberek? Ezek az emberek, ezek szerepeltek egy listán, amit a csendőrség kért, hogy ezek a személyek a
rend fenntartásában segédkezzenek. És mivel, hogy segédkeztek a csendőrségnek, ezért őket hálából ez a zseniális csendőrség fejenként 1000 lejre megbüntette. És mivel a nagy dolgok nehezebben érthetők, ismételjünk tehát. A csendőrség felszólította a szervezőket, hogy készítsenek listát azon személyekről, akik majd segédkeznek a tüntetés idején a rend fenntartásában. A szervezők elkészítették a listát, átadták a csendőrségnek, a tüntetés lezajlott, a listán szereplőket pedig megbüntették. És hogy fokozzuk a lehetetlent, a megbírságoltak között olyanok is vannak, akik szerepeltek ugyan a listán, de végül nem vettek részt a tüntetésen. És még csak nem is tartózkodtak Marosvásárhelyen. A másik büntetett kategória a felvonulóké. Ebben a csoportban 34 személyt bírságoltak meg, furcsa módon különböző nagyságú összeggel, kit 200, kit 300, kit 400 vagy 600 lejjel, ki tudja milyen meggondolásból. Mi több, olyan felvonulót is megbüntettek, aki nem is vonult fel. Azzal vádulnak, hogy részt vettem március 10-én a Székely Szabadság napján, és az ezt követő felvonuláson az 1989. december 22. Sugárút és a Győzelem tér között azonosítottak engem, még az is oda van írva, hogy hány órakor, pontosan 18 óra 10 perckor, ahol is csendháborításért, csendzavarásért ordibáltam és hangoskodtam és zavartam a környező embereknek a nyugalmát és az ott élő emberkéket. És közben hol volt Cseh Gábor? Hát közben Cseh Gábor töredelmesen be kell valljam, hogy tekintettel arra, hogy a Nemzeti Színház 70 éves évfordulója volt, tehát ahogy megtörtént a koszorúzás, én leléptem, és mégpedig azért kellett lelépjek, mivel van egy nyugdíjas nagynéném, aki 6 órára ott kellett legyen a színházba, ugyanis ott találkoztak a volt és a jelenlegi színészek, és egy kiállítás megnyitóval kezdődött az ünnepi gála, és az a kiállítás megnyitó 6 órától volt, és én 6 órakor már ott voltam. Megdöbbentő ugyan Cseh Gábor esete, de nem egyedülálló. 2014-ben Vetró András kézdivásárhelyi szobrászművészt is megbüntette, ugyanez a csendőrség, azt állítva, hogy kivont karddal hadonászott Marosvásárhelyen, holott a szobrász nem is volt jelen a megmozduláson. Az idei megbírságoltak nevében Kincses Előd bűnvádi feljelentésre készül. Bűnvádi feljelentést teszünk a DNA-nál, hivatali hatalommal való visszaélés miatt a csendőrség parancsnoka ellen, és azon kívül pedig feljelentjük azokat a csendőröket, akik hamis jegyzőkönyveket állítottak ki, olyan személyeket büntettek meg, akik nem voltak jelen a tüntetésen. Az Európai Emberjogi Bíróság gyakorlata szerint be nem jelentett tüntetés esetén sem indokolt a sok esetben a büntetés kiszabása. Hát ilyen szempontból a kollektív miatti, tragédia miatti bukaresti be nem jelentett tüntetésért sem szabtak ki büntetéseket, hanem megbukott a kormány. A Maros megyei csendőrségnél napok óta hiába próbálkozunk. Nem tudnak időt szakítani interjúra, mivel a csendőrség napjának a megünneplésére készülnek, magyarázta a szóvivő telefonon, majd egy hangfelvételt küldött a büntetések bejelentéséről. A csendőrség székhelyéről is elzavarták stábunkat, az épületet nemzetbiztonsági okokból nem szabad akármilyen oldalról filmezni, mondják, talán csak a kaput és a cégtáblát. Interjúra pedig nincs idő, hiszen minden erejükkel április 3-ára a csendőrség napjának a megünneplésére készülnek. A csendőrség tehát ünnepel, de nem csak díszfelvonulással. További bírságoló jegyzőkönyveket postáz, a törvény értelmében ugyanis a büntetések kirovására az eseménytől számított 60 nap áll a rendelkezésére.
Kedves nézőink, itt kell elmondanom, hogy 2014-ben Vetró András szobrásznak sikerült tisztáznia az ügyet. Igaz ügyvédet kellett fogadnia a saját pénzén, de a csendőrség visszavonta a vádot. A jogosan elvárt bocsánatkérés azonban mind a mai napig nem történt meg.